Majd lesz ez is. Meg kéne csak lesz. Ő hozta ki, Csabi hozta ki a kalapot. Még egyszerűen, de végül. Ja. Ott felejtettem a kalapot. Igen, és én lehettem. Egyszerűen, oda ígértem, akkor... Mit tudom én más? Tudod együttes? Ott nem tudom, tálalkozom. Fel van nálam, hogy dolgozom, fekülöm. Nem tudom, hogy nálam. Na, el kell hozzon végtem, aztán el jól. Úgy bemelegettem. Ez a baj, hogy megnéztem. Nem látszott. Nem, ilyen emberek. De nem fordul a de mondok már a falázat. Nem. Az első 100 évig. Nem. Táncolni, akkor tudom, hogy mondani, akkor egy gyárrendszeredával, egy kultúrót, egy csomó,
És akkor volt ez a Sepsis Bényi, mint a János, most tudjuk a Mikélet János, egy ilyen támogatás. Igen, és azt kivitt majd, hogy felemelje a játékbelétek kihozott, és akkor már kezdett kialakulni a bőven. És akkor táncolt volt egy jó pár éven, és akkor Józsi bácsi persze belettek a nagy táncot, ha látjuk csak a fiatal, ilyen fiatal. Akkor átjöttek ők az öregek, és attól aztán elkezdődött. Veszünk járni zalegeszőt, akkor elvittek őket. Hát már régi kapcsolatok van az öregeszőt. Találnátok egy sejjéneket, akik kicsit nyitották, kísérték. Mentek a sejei férfiak, és a zalai táncos nők kitáncoltak. Igen, igen. Úgy is jelentettek őt. Jelentsei táncok férfiak. Sziasztok! Azon a kérdésem, erről szerintem még nem beszéltünk, hogy igazából hogy tanultatok meg táncolni? Tehát lenéztétek a bálokba, vagy esetleg ilyen kis otthoni gyakorlás, vagy apu, anyu, vagy hogy? Tánciskola. Zenere, énekeim csoportban mondtam, az ányánál bába, sekkor nézre. Nem, sekkor. Te is itt vagytok, lányok, lányok. Megkaptam a választ. Mindenhonnan. Thank you.
Milyen idős volt? Motoglált a nő. Most már rekuperálva. Oh.
másabb. Többiek az istványozásról mesélnétek néhány mondatot, hogy az hogyan zajlott, meg mikor volt az, meg mit csináltatok előtte, alatta, meg utána. Az istványozás az karácsonyban történik nálunk, István napján. Az első napján este éjfélkor elindulnak a legények, és bejárják a faluba a lányokat, lányos házhoz, minden lányos házhoz, és az István, ahol István van, az a házhoz elmennek, és a lányokat. Éjfélkor kezdik, másnap 10 órára végezni kell, mert a templomban kötelező. Jó, de is. És nagyon kell vigyázni, ne rúgjanak be. Ne rúgjanak be, nem szabad berúgni. A templomban olvás nincs. Igen, mert nagyon megszólják azt, aki berúg. Mert nagyon megszólják azt, aki berúg. A templomban úgy kell viselkedjen, hogy tényleg az egy nagy lehénye. Nem szabad berúgni. Aludni, mert ha elalszik, az istványozó énekek változnak. Négy, úgy tudom, négy kínvaló. Négy van? Kínvaló istványozó. Négy van. Hát, szóval fegyelőzható. Az is kínvaló. És négy bent változik. Éjféle, akkor elindulnak, akkor éneklik az évancsot és hivalomnak ér, az egy-két óra, három óráig eszekölik. Attól függ, utána túlfényes vagy nagy csillag, amikor kezd eljönni a nagy csillag, akkor kezdik, hogy húzatos vagy nem is. Utána még jön. Nyílt, igen, mikor kezd világodni, akkor azt a ténekelik, hogy nyílik az égnek nagyon búcsúzás. Akkor utána, mikor a nap kezd eljönni. Mind szépen, mind ilyen Az hasonló.
Igen, az torcsa, mert ők egyszerűen nem tudja, hogy hol az a film, és akkor az súk, hogy de jól meg kell egy konszentrisztánban, nem tudja megmondani, hogy kimondani, hogy is van már, hogy kimondani, jól meg kell egy konszentrisztánban. És hány helyre kell menni? Hány már most, hogy is már hozott. Mit nem kérdezel? Ez a lányok bukritát varnak valamikor, vagy lelünk. Te mit kaptál? Most megadom. Elég kemény. Kemény munka a férfi. Van ott esélyednek, hogy előtte készülnek. Igen, meg kell tanulni a szövegeket. Azok készülnek, hát legkevesebb 2 hét, de 3 ezt minden este. És van egy táncfajn, egy ilyen voltak, aki erre foglalkozik, hogy ötöt tanítsák. Tehát fegyelem kell legyen. Beköszönés is van az István az egy beköszönés, hogy lányokat megintem más. Nem egy. Kétféle beköszönés van. István beköszönő, hogy Istvánhoz való beköszönő, és lányok egy más. István, hogy István már tisztelt a hangodás, hogy téged jöttünk házat meg is kell. Ott azt mondja. Lányok egy más. Még olyan is van, hogy István is van, de persze van lány. Az egy harmadik, ez megint változik a beköszönés, akkor bele kell foglalni mind a kettőt. És azt, hogy merre mennek, azt döntik el? Persze. Ők eldöntik, hogy sorba veszik a falat. De azt nem utassák a lányokkal, senkivel, hogy ők voltak. Felülődeztek, hogy lényegtelen melyik utcában. Csak azon a részben nem volt senki. És akik kimondottak, sőt. Hát nem szabad ki, hogy a kihagyat, hanem nem kerül soha, hogy akkor a legegyezőség. Annyira gyorsan kell járni, hogy ugye eljárni. És kiválasztjuk ki, hogy ki lesz az első ember. Mi számított lánynak, lányos házban? De szerintem 26-án.
a konfirmáció gyermeket. És még nem ment véghez. És akkor addig jártak, és addig jártak hozzá, amíg nem ment véghez. Hát régen az nem volt nagy ilyen. Jó, értelek, de most már azért nem. Yeah.
Yeah.